Az emlékezés és a közösségformálás egyaránt célja volt annak a kétnapos utazásnak, amelyen a Magyar Pünkösdi Egyház országos cigánymisszió tagjai vettek részt Lengyelországban. A roma holokauszt áldozatainak emléknapja kapcsán az utazás fő célpontja az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábor helyén kialakított emlékmúzeum volt. Augusztus 2-án ünnepi üléssel és koszorúzással emlékeztek meg a roma holokauszt áldozatairól a Magyar Pünkösdi Egyház országos cigánymisszió munkatársai. Majd ezt követően egy kétnapos lengyelországi utazással folytatódtak a programok, melynek során a résztvevők a haláltáborok helyszínén szembesülhettek a háborús tragédia borzalmaival. Az utazásnak ugyanakkor egyfajta csapatépítő jellege is volt, hiszen a misszió dolgozói az ország számos pontján végzik feladatukat, ezért gyakran csak a közösen szervezett események alkalmával van lehetőségük megismerniük egymást. A lengyel látogatás első állomása Krakkó volt, ahol mindenki meggyőződhetett arról, hogy nem túlzott a csapat idegenvezetője, amikor Európa egyik legszebb városának nevezte az egykori királyi fővárost. Az utazás második napja már a holokauszt során elhurcolt áldozatokra való emlékezés jegyében telt, akik között rengeteg olyan roma származású is volt, akiknek nagy része szintén az Auschwitz-Birkenaui táborban lelte halálát. Az emlékezésnek igazából az az értelme és az az értéke, hogy arra építkezzük és a jövőt annak alapján tudjuk meghatározni. A roma holokauszt áldozatainak számát nehezen lehet pontosan meghatározni, mivel sokukat irataik nélkül hurcoltak el, gyilkoltak meg éppen Auschwitzban, de az biztosan tudható, hogy rengetegen vesztették életüket a mészárlások során. Az egyik barakban kizárólag rájuk emlékeznek a berendezett kiállítással. Az udvaron felállított akasztófákat, a rengeteg gyermekcipőt, vagy a gázkamra látványát többen csak könnyes szemmel tudták végignézni. Akadt olyan résztvevő is a csoportban, akinek a nagyszülei is a háborús mészállás áldozatai lettek, és a család a mai napig nem tudja, hogy hol lelték halálukat. Tudatosítani kell, hogy ez, amit elképzelhetetlennek tartunk, meg nem emberinek, és ez mégis megtörtént. És itt azokon a lépcsőkön tapodunk, és olyan helyekre megyünk, amit a foglyok koptattak le és csiszoltak le, teljesen autentikus. És azért kell átmenni Birkenauba, hogy az ember a méretekkel szembesüljön, hogy mit ez a hatalmas, több mint 100 hektáros területen, 300 barak, mennyi ember zsúfoltak itt össze, és amikor ezt az ember meglátja, hát akkor azt hiszem, hogy az egy mellbevágó élmény. Nagyon remélem és hiszem azt, hogy jobbá lesznek a szívek ezáltal, hogy tapasztaltuk ezt valóságosan is, hogy ezek a háborús dolgok, amik megtörténtek, ezek bennünket így azt mondom, hogy lelkileg elég nehéz volt elviselni. Ezek a megtörtént eseteket, netalán ha szemmel nem láttam volna, félvára vettem volna, hogy mi történtek ezekben a táborokban, és hány ezer embernek az életét ontották ki ártatlanul. Egy biztos. A rövid, ám de élményekben gazdag lengyelországi utazás minden résztvevőben mély nyomokat hagyott. És az a cél is megvalósult, hogy egymáshoz közelebb kerülve, a másikat jobban megismerve folytassák munkájukat a kollégák. Lengyelországtól a Tátra hegyeinek látványával búcsúztak el a missziósok, szívükbe zárva egymást és az utazás élményeit.